És most hova tegyem, mert nincs már hely a padlómon. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a Percy Jackson hónap utolsó videója lesz, és most egy Percy Jackson taget fogok kitölteni, úgyhogy most elég gyakori tagek kerültek föl, mert most is volt valamelyik héten egy tag videó. Nem baj, a tag videókat úgyis szereti a legtöbb ember. Ez a tag egyébként egy kétrészes tag lenne, tehát ugyanúgy van egy része, ami az olimposzi istenekre vonatkozik, meg van egy része, ami a Percy Jackson karakterekre, de én most úgy döntöttem, hogy ezt a kettőt egybe fogom venni, úgyhogy ez egy hosszú videó lesz. Már előre mondom, így a kupac, könyvkupac méretéből is ítélve, amit ide magamnak kigyűjtöttem, hogy könnyebben elérjem a könyveket. Úgyhogy kezdjünk is bele, mert tényleg hosszú lesz ez a videó. Akkor a görög istenekkel kezdem. Az első Zeus vagy Jupiter, római nevém. Az ég és villámlás istene, az istenek királya, vagyis a kedvenc könyved, és te választhatsz kategóriát, hogy mire akarsz vonatkoztatni, hogy milyen kedvenc könyv. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy tavalyi kedvenc könyvet fogok most mutatni. Az pedig nem más lesz, mint a Simon és a Homo Sapiens Lobby, mert én ezt a történetet oda-vissza imádtam mindenféle formátumban a tavalyi év során. A második kérdés, Poseidon vagy Neptunus, vagyis a tengerek és földrengés istene, egy könyv, aminek az olvasása közben belefulladtál az érzelmekbe. Próbáltam rájönni, hogy melyik volt a legutóbbi könyv az, amin úgy tényleg sírtam, de nem tudtam rájönni. Úgyhogy egy olyat választottam, ami nagyon mély nyomot hagyott bennem, és tudom, hogy többszörösen sírtam rajta. Ez pedig Jojo Moyes-tól a Mielőtt megismertelek. Mert ez a könyv fáj. Hades, Pluto, az alvilág istene, a kedvenc sötét hangulatú könyvem. Claire McIntosh-tól választottam ide az ICU-t, mert ez elég sötét hangulatú könyv volt, tehát ilyen zaklatásos, erőszakolós esetek London környékén, kihasználva a megfigyelési rendszert. Szóval ez egy elég ijesztő könyv volt ilyen szempontból, és elég sötét hangulata volt, mert nem igazán tudtam rájönni, hogy nagyon olvastam sötét hangulatú könyveket. Mert szerintem inkább próbálom őket elkerülni, mert ha már kiválaszthatom, hogy mit olvasok, akkor inkább próbálok valami szórakoztatóbbat találni, amitől nem akarok kardomba dőlni, meg hasonlók. De ez elég sötét volt. Héra, Juno, a házasság és család istennője, vagyis a legcukibb fikcionális páros, tényleg nem tudok beszélni, bocsánat. Világ életemben legjobban imádott könyves párosom nem más, mint spoiler, mert a Trials of Apollo első részében lesz hivatalos a dolog, szóval spoiler, ha valaki esetleg nem tudná, Solangelo, vagyis Nico D'Angelo és Will Solis is. Ők az OTP-m. Nem tudom, hanyadik jön, sokadik. Athéni, Minerva, a bölcsesség, a kézügyesség és a stratégia istennője, vagyis a legjobb egyedi világszerkezetű könyv. Hát nem tudok mást mondani, mint az örök favoritomat fantazi terén és világépítés terén és minden hasonló terén. Az örök szerelmem, az örök kedvenc világom, középfölde. Afrodité, Vénusz, a szerelem és szépség istennője, vagyis a legszebb borító. Ez eredetileg a tagben úgy van, hogy az adott évnek a legszebb borítója, de én most úgy döntöttem, hogy a saját polcomról jelen pillanatban kedvenc borítómat fogom kiválasztani. És gondolkodtam a legendás állatok és megfigyelési borítóján, mert az valami eszméletlenül gyönyörű, de az nem az én polcomról lett volna, bár igazából nem számít. De végül is úgy döntöttem, hogy ide is a Gyűrűk urát fogom mondani, még pedig ezt a fajta kiadást, mert ezt most szereztem meg, és most jelen pillanatban éppen szerelmes vagyok ismételten. És annyira szépek ezek a könyvek, és végre illenek a hobbitomhoz, és annyira jól néznek ki, tehát. Következő istenünk Árész vagy Mars. A háború és vérontás istene, a legerőszakosabb könyv, amit valaha olvastál. Két sorozat van, amiben rengeteg vér folyik. Az egyiken szerintem senki nem fog meglepődni, meg szerintem a másikon se, de mindegy. Az egyik a Trónok harca. Mert ha valaki ismeri azt a mémet, amiből be van jelölve ilyen kis vizékkel, hogy hány
haláleset történik a könyvek alatt, akkor az tudja, hogy ebben rengeteg vér folyik. A másik pedig a Witcher, mert ebben is nagyon sokat ölnek. Hephaistos Vulcanus, a kovácsok és a tűz istene, vagyis egy olyan dögös karakter, akitől lángra kap a könyv. Ezen nagyon sokat kellett gondolkodnom, hogy ide mit, kit mondjak, mert vannak könyveim, amikből tipikusan tudom, hogy mindenki melyik karakterekre mondaná rá ezt, de azok a karakterek nálam nem olyanok, hogy atyavilág, eldobom tőlük az agyamat annyira. Tehát hogy az ilyen tipikus dögös pasik karakterek a könyvekben, azoktól én így nem vagyok lenyűgözve. Úgyhogy az N otthonra találból fogom ide mondani Gilbert Blythe-ot. Mert bár szerintem nem mondanánk annak a tipikus dögös pasinak, de aki tudja, kiről beszélek, az tudja, hogy miért ide mondom. Artemis Diana, a vadászok és a szüzesség istennője, a legbelevalóbb női főhős. Én is próbáltam egy olyan könyvet választani, ami nem egy olyan túl régi olvasásra, mert természetesen mostában főleg ugye nagyon sok olyan könyv van, amiben nagyon sok belevaló női főhős van, és most a Carrionból fogom ide mondani Penelope-t, mert Penelope-t nagyon bírtam ebben a könyvben. Apollónak mondom, mindegy. A fény és gyógyítás istene, egy folytatás, ami még jobb, mint az előzménye. Rick Riordantól a The Hammer of Thor-t fogom mondani, ami a Magnus Chase sorozat második része, és ez szerintem azért jobb sokkal, mint az első is nagyon jó rész volt, de ennek a könyvnek a színvonalát erősen elmeri Alex Fierro, mert ő ebben a könyvben jelenik meg, és hát, tehát eddig is a Magnus Chase sorozatnak már az első részben is itt magasan van a szintje, Alex megjelenésével még magasabbra megy. Következő, Hermész, Mercurius, az istenek hírnöke, a tolvajok és kereskedők istene, vagyis a legjobb üzenettel rendelkező könyv, Celeste Engtől az, amit sohasem mondtam el, mert ennek a legfontosabb üzenete az, hogy beszélgess néha a családoddal. De tényleg. Nem árthat, mert akkor akár elkerülhetünk olyan dolgokat, mint amik ebben is történnek. Egyébként ez egy zseniális könyv, úgyhogy mindenki olvassa el. Hestia, Vesta, az otthon istennője, egy könyv, aminek a történetével a legjobban tudsz azonosulni. Hát, hogyha valaki így rendszeresen követ, az tudja, hogy én most egyetemre fogok menni, és tudja, hogy én ezt a könyvet imádtam. Úgyhogy nem fog meglepődni, hogy ide is ezt választottam. Rainbow Rowell-től a Fangirl, és ezzel a könyv jelen pillanatban, szerintem szeptembertől még jobban, de jelen pillanatban is már erősen tudok azonosulni. Szeptembertől meg szerintem így én leszek a főszereplő benne. Kb. Mert eleve ez is azzal indít, hogy a főhősnőnk egyetemre megy, ő is kb. Egy könyvmoly, egy fangirl, és jelen pillanatban kettel nagy annyira tudok azonosulni, hogy az valami hihetetlen. Bár amikor olvastam még márciusban, már akkor is, de még mindig, még most is. Ez szerintem ilyen soha véget nem érő azonosulás lesz vele. Dionysos, ezt sose tudtam kimondani. A bor és az ünneplés istene az a könyv, aminek a megjelenését a legjobban várod. Két darab megjelenést várok így egész évben, mind a kettő könyv egy napon, szeptember 24-én fog megjelenni. Az egyik a Wayward Son a Carrionnak, a folytatása, a másik meg a Tyrant Stomp, a Trials of Apollo folytatása. És az utolsó istenünk Demeter, Ceres, sose tudtam ezeknek kimondani a nevét egyébként. A termékenység és a földművelés istennője, vagyis egy könyv, aminek imádod a környezetét, a kort, amikor játszódik, a várost, ahol játszódik, egyebek. Az egyik kérdés az majdnem ugyanez volt, szóval Gyűrűk Ura még mindig. És akkor most fogunk áttérni a szereplőkre. És az első szereplő, aki az kérdés kapcsolódik, Percy Jackson, vagyis a kedvenc főszereplőnk. Hát talán nem fog túl sok ember meglepődni, ha azt mondom, hogy Percy, a kedvenc főszereplőm. Második karakter, Annabeth Chase, egy könyv vagy sorozat, a legokosabb, legagyafurtabb cselekménye, legjobban kitalált cselekménye, ki hogyan szeretné fordítani. És ide egy másik nagyon régi kedvencemet választottam, amit nem is olyan régen olvastam, mégpedig a Da Vinci kódot, Dan Brown-tól.
mert világéletemben lenyűgözött ez a történet, és én továbbra is úgy gondolom, hogy nagyon jól van összerakva. Jason Grace, egy epikus befejezésű könyv. Próbáltam kitalálni, hogy mi lehet az, ami konkrétan epikusnak számít, aztán végül egy biztos választás mellett döntöttem, ami nem más, mint a Harry Potter 7. része. Mert hogyha valaminek ikonikus, epikus befejezése van, akkor ez a Harry Potter sorozat. Piper McLean, egy csábító, szinopszisú könyv, amit még nem olvastál. Na most amelyik könyvet ide fogom mondani, annak annyira már nem emlékszem, hogy konkrétan mi a szinopszisa. Meg hogy miről szól így konkrétan. De tudom, hogy nagyon-nagyon-nagyon, de tényleg nagyon évek óta, nagyon régóta évek óta fönn van a várólistámon. És nemrég megkaptam, és... el kellene most már lassan ezt is olvasni. Ez pedig nem más, mint... nem próbálkozom meg kimondani a nevét, mert úgyis elbuktam, bocsánat, majd utána nézek. A Szunnyadó Parázs című könyv, mert ez... tudom, hogy egy időben nagyon keringett mindenfelé, és akkor megtetszett a történet, és föltettem. És most már is fogom tudni olvasni, úgyhogy minél előbb hozzálátok majd. Csak van a sorban pár könyv, és én meg egyetemre megyek, úgyhogy nem tudom, mikor fogok ráérni. Leo Valdez, egy könyv, ami megnevettetett. Ez egy elég friss olvasmányom, pár napos, még csak. Nem, már, és pedig, vagy hát a videófelvételekor pár napos. Mégpedig a Scott, szóval a Scott Pilgrim képregények, mert most elkezdtem őket olvasni, és... hát én nagyon jót szórakozok rajtuk. Úgyhogy ha valaki szeretne így egy kis könnyedebb olvasmány élményre vágyni, akkor ezt mindenféleképpen próbálkozom meg ezekkel. Hazel Levsk, talán, őt se tudtam szegény soha kimondani. Kedvenc tragikus múltú karakter. Nico DiAngelo. Imádom a fiamat. Aj, Nicoért bármit megtennék. Következő. És tudom, hogy magyar fordításban full máshogy van a neve, de én maradok az eredetinél, mint Jasonnél is. Szóval Frank Zeng, egy könyv, ami jobban tetszett, mint előre gondoltad volna. És de most kivételesen lett volna egyébként egy másik lehetőség is, de inkább a Mester és Margaritát fogom ide választani Bulgakovtól, amit még a magyar érettségire kellett elolvasnom. Mert mikor közöltettem el, hogy én arra tartsak ki kis előadást, és azt olvassam el, és azt mutassam be, és megláttam, hogy 500 oldal, és úristen, akkor jöttem elő, hogy ezt a soha az életben nem fogom tudni kiolvasni, tehát hogy nincs az az... Nem, erre képtelen vagyok. És tök jó volt. Tehát annyira meglepődtem, amikor rájöttem, hogy nekem az a könyv tetszik, hogy ez ilyen annyira kellemes csalódás volt, hogy olyan kötelező olvasmány kapcsán még sose ért. Sokadik karakter, Nico DiAngelo. Legtitokzatosabb karakter, akivel valaha találkoztál. Hát egy igazi titokzatos karaktert fogok ide választani, mégpedig Margot. A Papírvárosokból. Eleve az egész könyv arra épül, hogy Margot titokzatos karakter, úgyhogy elég ideillik. Grover Underwood, egy könyv, amit a figyelmeztetések miatt nem fogsz elolvasni. Van pár ilyen egyébként, mert úgy szoktam könyveket keresni, hogy Goodreads-en megnézem a szinopszist, vagy a plot, a fülszöveget. És akkor, hogyha még nagyon nem tudom eldönteni, akkor megnézem a rosszabb értékeléseket. Egy-két jobbat is, de inkább a rosszabbakat. Mert hogy abból kiderül, hogy vannak-e olyan dolgok a könyvekben, az adott könyvben, amit én amúgy nem szeretek. És ezért nagyon sok ívet kapok meg, ezt mindig mindenki kérdezi, de a Sarah J. Maas könyveit annyira nem szeretném elolvasni, mert tudom, mik vannak, kb. Mik történnek, vagy milyen kaliberű dolgok történnek, és azok tudom, hogy olyanok, amiktől én azt a könyvet nem tudnám értékelni nagyon, szóval ezért nem is nagyon akarok velük foglalkozni, mert akkor már inkább valami olyat olvasok, amit szeretnék is, és nem pazarolni az időmet egy olyan könyvre, amit tudom, hogy nem fog tetszeni, és 99%-ig biztos vagyok benne, hogy az is lesz a könyv végével a véleményem, hogy még továbbra sem tetszik. Az utolsó karakterünk pedig Clarisse LaRue, vagyis a legidegesítőbb karakter, amit kicsit Clarisse védelmébe fogok kelni, mert nem a legkellemesebb karakter, de én egyébként így nem utálom őt a Percy Jackson könyvekben. Szóval én amúgy így valamennyire bírom őt. Vannak pontok, amikor nem, de amúgy valamikor meg igen, szóval... nem azt mondanám, hogy ő a legidegesítőbb, de mindegy. Van egy karakter, akitől én idén majdnem agyvérzést kaptam, de komolyan. És ez nem más, mint az egyik narrátor főszereplő, akár kicsoda, Kat,
azt hiszem ez a neve, nem vagyok ebben sem még biztos. Hannah Ritchell-nek a The Shadow Year című könyvéből. Mert hogy valaki látta a januári összegzésem, azt tudja, hogy ez a könyv, ez... Főleg Kat miatt, főleg az egyik főszereplő, narrátor miatt, mert nagyon kiakasztott. Pedig itt ez a szép borító, a történetnek is nagyon jó potenciája volt, de az az egy karakternek a hisztie vitte előre az egész cselekményt, és valami kegyetlen volt az egész. Még mindig mély sebeket tép fel ennek a könyvnek a fölemlegetése. És ezzel a taggal le is zárom ezennel a Percy Jackson hónapot, meg volt a 4 videó, most nem volt ilyen különlegesebb a végére tartogatva, tehát csak próbáltam 4 Percy Jackson témájú videót összehozni, úgyhogy remélem tetszett mindenkinek, és hát nem tudom, hogy majd még lesznek. Biztos, hogy lesznek még ilyenek, majd hogyha kitalálok egyéb videókat itt többet egyszerre, ami egy témaköré csoportosul, időszakonként szoktam ilyeneket. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!